Következő vendégem pedig Csóti György, a Magyar Atlanti Tanács elnöke. Jó estét kívánok! Kezdjük csak holnap, köszöntöm a kedves nézőket is. Mert hogy a szervezet most ünnepli 30. évfordulóját, létrejöttének évfordulóját. Ha össze akarnánk foglalni ezt a 30 évet, azon túl, hogy NATO csatlakozásban rendkívül fontos szerepet játszottak, hogyan tudná értékelni ezt a 3 évtizedet? Hát ez a 3 évtized tulajdonképpen 3 fázist lehet megkülönböztetni. A szervezet megalakulására Antal József miniszterelnök tett 92-ben javaslatot, és az volt a célkitűzés, hogy elősegítse a NATO csatlakozást egy civil szervezet is, azáltal, hogy a transatlanti értékeket, meg elveket, gondolatokat népszerűsíti a magyar társadalomba, és felkészíti egy népszavazásra, ahol a NATO tagságról kellett dönteni. Nos, én alapító tagja vagyok többet magammal, és Kodolányi Gyula volt, akkor a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója volt, a fő szervezője és az első megbízott elnöke is a szervezetnek, és nagyon jól sikerült az első 5 év, mert 97-ben a NATO tagságra vonatkozó népszavazás során a magyar lakosság 85%-a, a választópolgárok 85%-a igennel szavazott, ilyen egyetlen más NATO országban se volt. Sőt, hogyha megnézünk bármilyen voksolást, ez a 85%, ez még a mai viszonyokhoz képest óriási, is rendkívül igen. Magas. Szóval ez volt az első ilyen sikeres időszak. Utána jött egy kis mélypont, mert ugye kifáradt mindenki. Ezt akkor nem fogalmaztuk meg, én ugyan később, amikor visszajöttem Zágrából, akkor lettem a lelnök, ez 2003, és aztán utána másfél évtizedig Vizier Szilveszter volt a szervezet elnöke. Tehát a köztes időszakban egy olyan kis mélyrepülése volt az Atlanti Tanácsnak, olyan értem, hogy nem volt érdeklődés. Aztán Vizier Szilveszter hozta föl megint, és élettel töltötte meg a szervezetet, és 3 vagy 4 évvel ezelőtt rábeszélt, hogy folytassam én. Hát azért mondom, hogy rábeszélt, mert nekem az érdeklődési köröm akkor leginkább a külhoni magyar emberek sorsa volt, és a kisebbségi jogvédő intézet igazgatójaként nem volt sok időm ezzel a NATO, illetve Magyar Atlanti Tanáccsal foglalkozni. De az, hogy most mi a feladat, már közel 2 évtizede, tovább elmélyíteni a magyar társadalomba a transatlanti gondolatot, és állandó kapcsolatot... Úgy tűnik, ez sikerül is. Tessék? Úgy tűnik, ez sikerül is. Igen, igen, úgy néz ki, hogy sikerül is. És a másik feladat, hogy állandó kapcsolatot tartani a többi NATO ország hasonló civil szervezetével, az ottani Atlanti Tanácsokkal, úgyhogy ez a kettős feladat van, és sajnos most azt úgy hozta a sors, hogy nagyon éles kérdés a biztonságpolitika, és ez most a mai konferenciánkon is központi kérdés volt, még azok is beszéltek erről, akiknek a 30 év történetét kellett vázolni. Hogyha már szóba hozta a mai kihívásokat, feladatokat és a biztonsági kérdéseket, óhatatlan beszélni az orosz-ukrán háborúról. Ezzel kapcsolatban amiket hallunk, hogy a NATO az egységes volt, és most is egy hihetetlen erős egységet alkot, akár ebben a kérdésben is. Ugyanakkor hogyan tudják segíteni a NATO tevékenységét, illetve a NATO tagállamok döntéshozatalát? Mármint, hogy mi? Hát mi nem tudjuk befolyásolni őket tulajdonképpen, bár a nemzetközi szervezetek, Atlanti Tanácsokat összefogó nemzetközi szervezet ülésein tudjuk képviselni a nézeteinket, és ez a jelenlegi többséggel kicsit ellentétben áll, mert én személyesen is, de magyar társadalom jelentős része is elhibázottnak tartja ezt a szankciós politikát, ami egy zsákutca, egy önpusztító zsákutca. Mert kérdezem én, hogy az elmúlt évtizedekben, tekintsünk vissza egészen a világháborúig, a második világháborúig,
a szankciók milyen hatást fejtettek ki Kubára vagy Észak-Koreára. Ma is léteznek, ugyanazok. Kuba már nem, már kicsit jobb, de Észak-Korea változatlan. A szankciók kis országok esetében csak a lakosságot nyomorítják meg, és nagy ország esetében, mint Oroszország, teljesen visszaütnek, mert Oroszország olyan hihetetlenül nagy lakossága is, nagy létszámú energiahordozókba és ásványkincsekbe gazdag, nem lehet ezzel tédre kényszeríteni. A megoldás a béke megteremtése minél előbb, és ha még elmondhatom, hogy mi az én személyes elképzelésem erről, az, hogy le kell ülni Egyesült Államoknak és Oroszországnak egy egyeztető tárgyalásra, és előkészíteni a béketárgyalást, mégpedig a béketárgyalásban már természetesen Ukrajna és az Európai Unió képviselete is részt venne. Viszont az nagyon fontos, hogy engedményeket kell tenni mind a két félnek. Az nem működik, hogy most ráki, mert akkor elhúzódik a háború évekig. Milyen jellegű engedményekről? Hát én ezt nem tudom megmondani. Elmondom, mi a sarok kérdése esetleg. Szerintem. Mert az egy dolog, hogy a NATO keleti irány úgymond terjeszkedése vagy támaszpontok létesítése zavarja Oroszországot. De ez abszolút kezelhető lenne. Ez tárgyalások útján megoldható lenne. Ami nem megoldott ebben az ukrán válságban, hogy Ukrajna egy olyan, én kimondom, magam nevében, most nem az intézmény, nem az Atlanti Tanács nevében, kimondom, hogy Ukrajnában az elmúlt 8 évben egy mérhetetlen soviniszta politika valósult meg, ami az őshonos nemzeti kisebbségek elsősorban a nyelvi, és ezzel a végleges felszámolás felé indul el, jogait totálisan sútba dobta, és én úgy gondolom, erről meg vagyok győződve, hogy Ukrajna csak úgy tudja megtartani területi épségét, hogyha a területén élő őshonos nemzeti közösségeknek megadja az európai szintű kollektív jogot, tehát nem többet, és 8 millió orosz ajkú ember él Ukrajnába, 30 évvel ezelőtt még 12 millió volt, az képtelenség, hogy ezeknek a jogait totálisan sárba tipolják. És ez lenne Ukrajna részéről az engedmény, hogy autonómiát ad a területén élő kisebbségeknek. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, hogy meghívtak.